Elepi a mellékhelyiséget a marihuána a rendőrség felvételein. Palántákat és szárított növényi származékokat is találtak az egyenruhások a kalocsai házban. A vád szerint a rendszeresen marihuánát fogyasztó férfi 2018. szeptemberre előtt kecskeméten egy zacskóban kendermagokat talált, amelyeket a kalocsai albéletébe vitt. Elhatározta, hogy kanabisz fog termeszteni, ehhez a talajt előkészítette, tápanyagokkal szórta meg a földet. A vádlotta magokat elültette, amelyekből öt növény nőtt ki, majd a kanabisz növények hajtásaiból marihuánát állított elő, amit magánál tartott. A drogtermesztése úgy derült fény, hogy a kalocsai rendőrkapitányság egyenruhásai 2018. november 12-én délután adatszerzés érdekében kopogtattak a vádlottnál. A rendőröknek feltűnt a lakásból jövő marihuána szag és nyomban házkutatást tartottak. A rendőrök a lakásban kanabiszpalántákat, marihuánát tartalmazó növényi törmelékeket és szárakat foglaltak le. A lefoglalt kábítószer hatóanyag tartalma 177 g volt, ami jelentős mennyiség. A vizeletvizsgálat azt is kiderítette, hogy a vádlott fogyasztott is az általa termesztett kábítószerből. A szabadlábon védekező vádlott tatajárási ügyészség jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának büntetével vádolja, amelyet a törvény 5 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet. A vádlott bűnösségéről a Kalocsai Járásbíróság fog dönteni.